Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! A mai szentmisénket templomunk felszentelésének helyi örömünnepén a Hozsanna énekeskönyv 221-es énekének első versszakával kezdjük. A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, templomunk felszentelésének 6. évfordulóján. A templom szentelés, és majd holnap a templom búcsúnapja, helyi egyházközségünk fő ünnepe, vasárnapi rend szerint mutatjuk be a Szentmisét a mai napon is, a liturgikus szempontok szerint. Ezt a Szentmisét a Várbíró, Perlag, Buhály és Szabolcsi családok élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl, és a családfa gyógyításáért, ahogy ezt megfogalmazta a Szentmise szándékának kérője. Mindnyájatokat nagy szeretettel köszöntelek itt a Szent Angyalok hajlékában és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával ma ugyancsak, úgy mint naponta lehetőségként, ezen az ünnepen is bekapcsolódtok a Szentmisénk ünneplésébe. Amint említettem már korábban, a mai ünneppel kezdem meg az új magyar nyelvű római misekönyv használatát. Ebben egy-két szöveg változás is történt. Többek között a bűnbánati imában, amit majd most elmondunk, a szűzanya említésekor kérjük a boldogságos mindenkor Szűzmáriát, a szeplőtelen jelzőt az új misekönyv már kihagyta, tehát ezt a közgyónást most ezzel az új szöveggel imádkozzuk, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön édesség, a Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük. Hallgasd meg néped könyörgő szavát, ott, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Prófétai látomását így írja le Ezekiel. A lélek a templom keletre néző kapujához vezetett. Láttam, hogy Izrael Istenének dicsősége bevonul kelet felől. Hangja nagy vizek zúgásához volt hasonló, és fölségétől az egész föld ragyogott. Az Úr fölsége tehát a templomba vonult, a kelet felé néző kapun át. Ekkor a lélek fölemelt, s a templom belső udvarába vitt, a templom pedig betelt az Úr dicsőségével. Hallottam, hogy valaki a templomból beszél hozzám, és a férfiú, aki mellettem állt, így figyelmeztetett. Emberfia, királyi trónom ez, és lábam zsámolya. Én itt lakom népem fiai között, mindörökké. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolatodban.
bizonyságaidat megtanuljam. A te arcodat, Uram, ragyogtasd szolgád fölém. Jogosan ítélsz, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Rendeléseid léteznek ma is végzéseid. Leveléből. Testvéreim, nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ő benne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: bűnös embernél szállt meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki: ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, a Gazdagréti Szent Angyalok templom felszentelésének 6. évfordulóján ünnepi közösségben vagyunk jelenlévő testvéreimmel és az Apostol Televízió kedves nézőivel.
Keressük az Úr Jézust, és a templom szentelés ünnepe arra irányítja a figyelmünket, hogy igyekezzünk őt valamilyen módon is valahol megtalálni, és ez a keresés személyes jellegű vágyakozás az Úrral való találkozásra, és emberi testhez kötöttségünk indokoltá teszi azt, hogy a közös imádság által keressük azt a lelki hajlékot is, ahol az Úrra, az Úristenre találhatunk. Indokoltá teszi az emberi testi állapotunk a konkrét hely szükségét, hogy legyen az imádságnak háza, legyen az Úrnak hajléka itt a Földön az emberek között. Zakeushoz hasonlóan keressük tehát azt a vad fügefát, amelyre felmászhatunk, ahonnan Jézust megpillanthatjuk, szemlélhetjük, de Zakeushoz hasonlóan az Úrral való találkozás az ő szent helyén és az ő hajlékában megkívánja tőlünk is a lelki átalakulást, hogy a szenttel való találkozás méltóképpen valósuljon meg, és méltóak legyünk arra, hogy az Úr színe elé járuljunk. Az Úr Jézus átalakította Zakeust, és minket is átalakít az ő templomában. Azt teszi velünk, ami nem csak, hogy a jó Istennel való kapcsolatunkat erősíti, hanem egymással is közösségre lépünk, élő kövekként. Az egyház, a jelenlévő hívek mindig az együtt imádkozásban, mint élő kövek építik Isten templomát. És a templom az az Úr hajléka itt a Földön, ahogy az első olvasmányból is ezt hallottuk, akár a kő épület, akár pedig a hívő emberek szívük hajléka, ahová befogadhatják az Urat. Ma úgy ünnepeljük meg templom szentelésünk napját, hogy eltűnődünk a bűnös, a másokat megkárosító, ugyanakkor megtérésre vágyó Jézussal közösségre lépni akaró Zakeussal. Őről a tűnődünk, elképzeljük az ő lelki átalakulását, vágyakozását, és valahányszor elindulunk az Isten házába, vagy betérünk ebbe a mi közös családi lelki otthonunkba, mindig legyen bennünk a vágy, hogy az Úr erejét kérhessük itt, hogy a testvéri közösségünket építhessük itt. Ez legyen a mai templomszentelési ünnepünk fő elhatározása, a lelki megerősödés, a lelki kötelék formálása az Úrral és egymással, és így a méltó és illő hálaadás az Úr kegyelmével, kegyelméért az ő szent hajlékában. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek is földön, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenek szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtni, az Atyával egy lényegű, és minden által a lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kén halált szenvedett és eltemették. Alászott a kisírások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei Atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmeinek forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe. Imádkozunk, Urunk, Ferenc pápáért, püspökeinkért és papjainkért, tartsd meg kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközségeinket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk hazánkért, egész népünkért és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezűen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk egyházközségünk minden tagjáért, lakjék szívükben szeretet, és vigyék haza otthonukba a békesség, a boldogság, a tisztelettudás és a becsület kincseit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért és az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjenek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozunk elhunyt szeretteinkért is, legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a várbíró Perlag, Buhály és Szabolcsi családok élő és elhunyt tagjaiért. Az élőknek add meg továbbra is bő kegyelmedet, az elhunytakat fogad be örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére. Ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Folytatjuk a 221-es éneket. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek
kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg nekünk, hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által, mert megadod nekünk, hogy látható szentét építsünk, mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye, és ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándok útját járó népedet. Te itt építesz minket élő templommá, és gyarapítod a világ szerte elterjedt egyházat, Krisztus testét, hogy a békéről szóló látomás a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. És ezért mi szentjeid boldog seregével együtt a dicsőség templomában magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Alapodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fenntámadásodat, amíg elhelyes. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvérünk, testvéreinkről, akikért a Szentmisét fölajánljuk, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Kedves testvéreim, az új misekönyvben lehetőség van az előírások szerint a béke jelét adni, de itt a mi közösségünkben most ettől tartózkodunk, és inkább a béke felhívásra gondoljunk azokra, az testvéreinkre, embertársainkra, akikkel valami nehézségünk van, vagy akikre neheztelünk, haragszunk, és így, amikor azt mondjuk, hogy legyen békesség köztünk mindenkor, akkor ne a külsőségekre gondoljunk, hogy egymást keressük, forgolódunk, vagy fejet hajtogatunk, hanem arra gondoljunk, hogy a szívünkben kiengesztelődjünk azokkal, akik most nincsenek békében velünk, vagy fordítva, akikkel mi nem vagyunk békességben. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közünk mindenkor.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jönök, hanem csak egy szóval van, és megőrül az én lelkem. Testvérem, a szentáldozás alatt a 127-es éneket énekeljük. Testvéreim, most a lelki áldozás imája következik. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk,
Kérünk Istenünk ad, hogy ez a neked szentelt nép mindig örömmel fogadja áldásodat, és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, most mindnyájatokra a Jóisten áldását kérem, itt a Szent Angyalok hajlékában jelenlévő testvéreimre a templom szentelés ünnepén, évfordulóján, és mindazokra, akik az Apostol Televízió vagy a Hegyvidék TV közvetítésében, ima közösségben vannak velünk. Péter apostol a Tábor hegyén azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ezért kérjük, hogy legyen mindig velünk az Úr, és jó legyen nekünk vele együtt lennünk, főleg itt az ő hajlékában. Ezt fejezi majd ki a 150-es ének első és második versszaka. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy ma este 6 órakor is lesz Szentmise itt a templomunkban, mégpedig már a búcsúünnepének vigília miséje. Előtte 5:30-tól Erdő Péter bíboros úr a rózsafüzért imádkozza családjainkért és ifjúságunkért. 6 órakor ő mutatja be a főpapi szentmisét Esperes kerületünk papjai és hívő közösségeinek részvételével. Az Apostol Televízió ezt is élő adásban közvetíti. Most pedig fogadjátok az ünnepi áldást. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! A mi Istenünk a menny és föld ura, aki templomunk felszentelésének évfordulóján egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Amen. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma, s a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, s örökségül elnyerjétek minden szenttel együtt a mennyei boldogságot. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oldalunk. Esedezve kérjük, parancsoljon ki az Isten. Te pedig menj és seregekhez élje. A sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek veszélye körül járnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj érettünk.